Sziasztok, köszöntelek titeket újra a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum foglalkoztató termében. Az előző videónkban megtudhattátok, hogy mi is az a téli álom, és hogy mely állatok alszanak téli álmot. Ma viszont azokkal az állatokkal fogunk foglalkozni, akik dacolnak ezzel a téli időjárással. Kezdjük egyből azokkal az állatokkal, akik mondhatni beöltöznek télen. Ugye mi emberek mit csinálunk, fölveszünk sapkát, csálat, kesztyűt, kabátot, viszont egy rókát el tudunk képzelni mondjuk egy ilyen kabátban. Hát neki nincs ilyenre lehetősége, éppen ezért a róka itt láthatjátok előttem az asztalon is, ő téli bundát növeszt, nagyon szépen meg lehet figyelni ezen a bundán is, ami itt van az asztalon, hogy nagyon vastag lesz a bundája, illetve össze tudjátok hasonlítani, az egyik oldalon láthatjátok a vöröses nyári bundát, a másik oldalon pedig a fehéresebb téli bundáját. Érdemes megfigyelni, hogy világosabb lesz télen a bundája, ez segít neki az elrejtőzésben, illetve a környezetbe való beolvadásban. Itt mellette láthatjátok a muflont is. A muflonnak alapvetően barnás színű a bundája, hogyha a hátát nézzük, viszont télen növeszt egy, vagyis megjelenik a bundáján egy fehér színű, úgymond nyerekfolt. Ezt itt meg is nézhetitek a mellettem lévő bundán, nagyon szépen kirajzolódik ez a nyereg mintázat. Ám vannak olyan állatok is, akik vagy elköltöznek, vagy itt maradnak a közelünkben, ráadásul be is jönnek a városokba, illetve a mi környezetünkbe. Beszéljünk először azokról a madarakról, akik elköltöznek. Itt mellettem láthatjátok a táblán, fölül a fehér gólyát, alul pedig a füsti fecskét. Mindkettő költöző madár, és hogy miért is költöznek el, melegebb éghajlatra vándorolnak, és ugye egyrészt ez azért fontos nekik, hogy több táplálékhoz juthassanak, illetve amikor elkezd lehűlni az idő, illetve rövidülnek a nappalok, akkor automatikusan kiváltja a rövid nappalok hossza ezt az ösztönt, hogy nekik költözniük kell. De vannak olyan madarak, mellettem láthatjátok ezt a három kis madárkát, a cinegét, a verebet és a harkát. Ők itt maradnak nálunk telelnek, és ugye ők behúzódnak felénk, egyre többet láthatjuk őket a városban lévő fákon is, vagy akár a kertünkben. Ezek az állatok élelem miatt jönnek közelebb hozzánk, és hogy hogyan tudjuk őket segíteni, nem mással, mint madáretetővel. Madáretetőket tudunk kihelyezni, és itt mellettem láthatjátok a táblán, hogy mikre kell odafigyelni egy ilyen madáretető készítésénél. Nagyon fontos, hogy nyugodt és jól megközelíthető helyre helyezzük ki ezeket a madáretetőket, illetve nem mindegy, hogy mivel töltjük fel. Érdemes utána nézni, hogy mi az, amit belerakhatunk, de mi az, amit inkább ne, vagy egyáltalán nem is szabad beletenni nekik. Fontos még az is, hogy olyan magasságba tegyük, hogy a macskák ne tudják megközelíteni, ugyanis a cicák veszélyt jelentenek a madarak számára. Maradjatok velünk továbbra is, hiszen a következő videóban megtudhatjátok, hogy a növények mit csinálnak télen, és hogy hogyan tudják átviselni ezt a hideg időszakot. Sziasztok!